Söncei. Agresszívabb volt, mint ellenfele, és most Géresi megiramodhat. Lerázza az emberét, Géresi már a 16-oson belül jár, Géresi! Gól! Vezet a Szeged Csanád Grosics Akadémia! Géresi Krisztián góljával! Remek egyéni villanás! A 22. percben Géresi Krisztián első gólja szegedi színekben. Meg kell dicsérni Könceit, aki remekül nyerte meg a párharcát, és jól indította Géresit. Ez pedig egy remek szóló volt. Ez az igazi, régi Géresi Krisztiánt idézte. Nagyon higgadt befejezés. Megvan a hőnáhított vezető gól. Vasicsku kezében a játékszer, a jelek szerint nagy bedobáshoz készülődik. Bizony jó nagyot hajított a labdába, és ott a fejes, és kiegyenlít a Budafok. Adorján Krisztián tölelgetik a társak. Ez volt a második gólja a szezonban. Szemmel láthatóan egy begyakorolt figura volt. Vasicsku hatalmasat hajított. Adorján pedig hatékonyan érkezett, és a kapuba stukkolta a labdát. 33. perc, 1-1 tehát. Szinte minden mezőnyjátékos most a budafoki 16-oson belül, vagy annak előterében. Lássuk tehát Szakály Dénes, 42. perc, a hosszú felé kanyarítja. Szögletre paskolta végül Gundel Takács. Vasicsku Gergő volt a budafoki CK. Köncei. Szatmári, nagyszerű labda Papáron. Van előtte terület, Pap, a hosszún hárman is érkeznek, Pap még mindig. Belövi élesen a kapu elé, és szögletre mentenek a védők. Óriási lehetőség volt. Szakály, teljesen üres a bal oldal, Szatmári. Nagyszerű átadás, Prosser, ellövi kapu felé. Kővári. Ügyesen tartja meg kis területen, Farkas, Köncei, és jön neki jó a lövője! Nem sokkal, de kapu mellé ment a labda. Nagyszerűen alkalmazta fizikális fölényét a szegedi bek. Gajdos! Ügyesen tartja meg, és ez is szép összjáték volt. Gajdos, remek indítás, Kundrák! Egyedül Haruna érkezik középen, a második hullámban Gajdos kérné a labdát. Most jut el Paphoz, Gajdos, és szabadrugás kifelé. Papáron volt szabálytalan. Szilágyi. Önceit játsza meg. Kundrák. Szép labda átvétel. Jön a bepassz, gól! Szemfüles gól! Kundrák Norbert a szerzője. A 83. percben ismét vezet a Szeged Csanád Grosics Akadémia. Kundrák pedig remekül mérte fel a lehetőséget, és egy nagyon leleményes gólt szerzett. 2-1. A 82. percben ismét vezet Alekszandár Sztevánovics együttese. És milyen jól cserélt a szegedi mester, hiszen Kundrák frissessége és lendülete vezetett most ehhez a gólhoz. Kovács át a jobb oldalra. Nálam letelt a 3 perc. Beke. Nem tudja már megmenteni, aztán kibombázza a stadionból a labdát. És ezzel zárul a mérkőzés. A Szeged Csanád Grosics Akadémia nagyon fegyelmezett játékkal megérdemelten győzi le a Budafok csapatát.